Sziasztok, üdv a csatornán, itt Jössze és az Anya mindenhez is. Itt az ideje a... júliusi? Vagy ez már az augusztusi? Július utolsó napja van. Úgyhogy mondjuk úgy, hogy ez már az augusztusra való bevásárlás. Úgy érzem, hogy elég régen voltam az előző, nem néztem meg egyébként pontosan, de hogy azért elég sok idő telt el az előző bevásárlás óta, lehet, hogy már talán 5 hét is. Lényegtelen, nagyon jól kiürültek a szekrények, a pincében található dobozaim, illetve a tálaló szekrényben is a kis snackes részleg, ezért itt az ideje, hogy itt volt az ideje, hogy elmenjünk bevásárolni. Ott is nagyon sokáig győzködött, hogy várjam meg, míg hazaér a munkából, és akkor utána menjek el, de megmondom nektek őszintén, nem szeretek délután bevásárolni menni. Így, hogy nekem van lehetőségem délelőtt elmenni, sokkal szívesebben megyek délelőtt, mert azért kevesebben vannak. Ez főként az Aldinál, Lidlnél szokott egyébként kérdés lenni, a metróban azért nagyon-nagyon ritka, hogyha tömeg van, de délelőtt meg aztán még annál is kevesebb az ember, és a metrós kosárral még veszélyesebb vagyok, mint az Aldissal és a Lidlössel, hiszen nagyobb, masszívabb, és ráadásul a legutóbbi pár alkalommal már nagy bevásárlókocsival mentünk, mert hogyha a metróba megyek, akkor olyan szemmel nézem a dolgokat, hogy mi az, amit mondjuk egy kartonnal tudunk hozni, és akár több hosszabb ideig, hónapon túl is kiszolgál minket. Tehát itt ez az alkalommal a metróba mentünk. Folyamatosan írtuk a bevásárló listánkat, ahogy azt szoktuk, szépen vittük magunkkal. Azért beszélek többes számban, mert jöttek velem most a gyerekek is, így, hogy mondtam Atisnak, hogy nem szeretnék délután bevásárolni, mert mire elrendezem a bevásárlást, hazajövök, kipakolok, felveszem, elpakolok, addigra nagyon-nagyon belecsúszunk az estébe, és azért az úgy elég kaotikus, hogyha közben vacsorázni is kell, meg fürödni is kell, még hogyha Atis csinálja is, Dominik egyfolytában a sarkamban van, és ő folyamatosan jön hozzám, és mindegyiknek megvan a maga óhaja, sóhaja. Úgyhogy elmentem bevásárolni 3 gyerkőccel. Egész jól bírtuk egyébként, úgy gondolom, azért olyan nagyon sokat nem kellett veszekedni, morgolódni. Nagyon ügyesen együttműködtek a dologban. Most először döntöttem úgy, hogy Dominik szépen a hátamon lesz, és akkor úgy talán nem okoz nagy károkat, ugyanis az utóbbi időben az volt a szórakozása, hogyha bevásárló kosárban ült, hogyha bármit elért, akkor azt elkezdte kidobálni. Zöldséget, gyümölcsöt nagyon keveset kellett ezúttal hoznunk, mert a kertünkben már sok-sok finomsággal el vagyunk látva. Folyamatosan érik a szeder, azt szedjük, abból eszünk, sütünk, meg fagyasztunk is. Aztán kaptunk a szomszédaimtól már többször is isteni finom őszi barackot. Szoktunk venni görögdinnyét, de azt ilyenkor csak dinnyéstől. Ez nekünk hozzátartozik a nyárhoz, hogy akkor görögdinnyézünk. Ezen kívül a kertünkben ugye folyamatosan érik a cukkini elképesztő mennyiségben arról a két bokorról. Most fogjuk a héten megkóstolni az első spagetti tököt, amit levettünk, mert most már nagyon-nagyon megsárgultak a napon, és elvileg fehérnek kéne lenniük, de úgy tudom, hogy csak össze kéne őket szedni. Viszont egy kicsit úgy látom, hogy azért minden előrébb van most már érésileg, és spagetti tökből még tapasztalatom egyáltalán nincsen, úgyhogy nagyon-nagyon kíváncsi leszek majd, hogy milyen lesz az első spagetti tök, ehhez bolognai szószt fogunk majd csinálni, és akkor a tök fogja adni hozzá a tésztát. Azon kívül most itt a nagy melegekben levest nem igazán kívánunk, meleg leveseket pláne nem, gyümölcslevest fogok csinálni most itt a következő héten, abban biztos vagyok. Sokféle gyümölcsünk van lefagyasztva, illetve hogy a szederből rakunk bele most frissen, még a folyton érő málnánk is terem, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy gyümölcsleves készülni fog. Ezen kívül leves nagyon-nagyon ritkán készül. Hétvégén fogunk neki kezdeni az átalakítás utolsó ütemének, amikor is ki fogjuk dönteni az ebédlő és az új nappali közötti falat. Erre jönnek majd nekünk segíteni, akkor biztos vagyok benne, hogy készíteni fogok egy nagy fazék paprikás krumplit, mert egyszerű, gyorsan elkészül, kiadós és azért sokan szeretik, úgyhogy ez lesz majd akkor ott a munkás ebédünk.
lazányát, ehhez van még itthon maradék lazányát tésztám, és most nem kaptam még hozzá pluszba, de olyat is csináltam már, hogyha kevés volt, hogy akkor gyúrtam még hozzá én magam, úgyhogy lazánya is biztos, hogy lesz itt most terítéken, illetve végre tojnak a tyúkjaink, nem is számítottam rá augusztus előtt, hogy elkezdenek tojni, de most már napi 4 tojást hozunk be tőlük, ebből még a java ilyen kis picurka SS méretű, úgyhogy kettesével számolunk velük, de elképesztő és hihetetlen nagy boldogság nekünk, hogy saját tojást gyűjtünk be, és hogy a pipijaink meghálálják a gondoskodást, amit adtunk nekik, és most már saját tojásokat fogyasztunk. Tehát tojást is nagyon sokat eszünk, ilyenkor ezekben a melegekben van, hogy a meleg étel helyett inkább szívesebben fogyasztunk valami hideget, egy szendvicset, friss zöldséggel, kertből szedjük a már a paradicsomot, paprikát, az uborkánk idén sajnos semmire sem ment, de kaptunk a nagymamámtól, úgyhogy uborka is jut, illetve felszedtem a vöröshagymát, a fokhagymát, a kukoricánknak az első vetése már letermett, ebből megettünk 30 cső kukoricát, és most címeresedett ki a másodvetés, úgyhogy még remélem számíthatunk majd arról is egy kicsit később még főzni való kukoricára. Van 2 padlizsán is, amivel még várok egy picikét, hogy egy kicsit nagyobbra nőjenek, és utána le lehet aztán majd szedni azokat is. Raktam már el céklát, erről raktam föl videót, és most szerintem jön egy újabb ritkítás, amit majd szintén meg fogok csinálni ecetesen, mert nagyon-nagyon sűrűre sikerült vetnem, ezért közben ritkítgatom, de a többit még hagyom a földben, hogy még szépen be tudjanak fejesedni. Zöldségekkel, gyümölcsökkel így állunk. Ó, igen, most ugyan hoztam egy adag krumplit, mert kevés, ami már itthon van, de az itthon lévő krumplit azt már a nagymamámtól hoztuk. A hétvégéig már nem megyünk hozzá krumpliért. Ne áruljátok el neki, hogy vettem krumplit, mert leharapja a fejemet érte, hogy miért veszek krumplit, ha ott van a kertjében. De hogyha jövő héten megyünk hozzá megint, akkor biztos vagyok benne, hogy egy hatalmas láda gyönyörű zöldséggel jövünk megint haza tőle, mert sosem enged minket haza üres kézzel. Ezen kívül még a gyerekek mostanában a könnyebb, édesebb ételeket is szívesen fogyasztják. Hoztam rizst, szeretnék csinálni rizsfelfújtat, nagyon régen nem csináltam már. És akkor ezen kívül levesek közül még tojásleves, ami előfordulhat. Szívesebben fogyasztjuk a krémleveseket, úgyhogy múlt hétvégén fokhagyma krémlevest csináltam. Szoktuk csinálni a kedvenc sajtlevesünket, tehát ezek a könnyű levesek azok, amik nekünk bejöttek. Mert nagyon sokszor jártunk úgy, hogy egyszer ettünk vasárnap a húslevesből, másnapra meg ránk savanyodott, hiába is próbáltam minél gyorsabban visszahűteni és tenni a hűtőbe, amint az lehetséges. Aztán sütünk csirkét, hoztam barbecue szoszt, úgyhogy a gyerekek biztosan kérni fognak sült csirke mellett, amit egyszerűen sóval, borssal lepirítok, és utána nyakon öntöm barbecue szosszal, és akkor ezt szokták kukoricával, rizssel, és a, ugye a csirkehúsit fogyasztani. Szoktunk ilyenkor nyáron több meleg szendvicset is csinálni, illetve nagyon-nagyon szeretünk szalonnát sütni kint az udvaron. A múlt héten volt is erre alkalom, hogy szalonnát és virslit sütöttünk. Nagyon régen csináltam már rakott káposztát, úgyhogy szeretnék csinálni rakott káposztát is jó tejfölösen, viszont ehhez a savanyú káposztát általában a piacon szoktam megvenni, mert savanyú káposztából nagyon-nagyon válogatós vagyok. A cukkini, az a sok-sok cukkini, amit leszedünk, az is készül, nagyon sokféle formában fogyasztjuk, de ezt már úgy tudom, korábban is említettem, tehát fogunk ebből megint rántani, illetve tegnap este éppen cukkini berét csináltam belőle, és azt tettük egy kis tejföllel, úgyhogy a cukkini is rendszeresen előfordul itt a konyhában. Ezek a dolgok voltak, amik most így a bevásárlásra készülve eszembe jutottak, nem írtam aztán le őket tételesen, lista szinten felírom őket, hogy aztán bármikor rá tudjak nézni, de most napra pontosan nem osztottam be. De most már elég a blablából, menjünk, mutatom a bevásárlást, és akkor, hogy mit hoztunk ez alkalommal haza a metróból, tartsatok velünk!
Mire hazaértünk a bevásárlásból, megérkezett egy várva várt csomagunk az Aurora Candle Company-tól. Webáruházukban új termék jelent meg, ez a nagyon mutatós aromadiffúzor, amit ezüst, illetve zöld színben tudtok tőlük megvásárolni. Az a különlegessége ennek a készüléknek a sok piacon található készülékkel szemben, hogy akkumulátorral működik, tehát nem kell hozzá folyamatosan vezeték, konnektor, hanem fel kell tölteni, és akkor hosszú órákon át tudjátok használni, így akár az autóban is használható, nem pedig csak az otthonunkban, és oda rakjuk, ahová csak szeretnénk. Érintőképernyős, többféle program is beállítható rajta, akár az autós, akár az otthoni üzemmódban. Ezeknek megfelelően, attól függően, hogy mennyi illatot szeretnénk a levegőbe juttatni, be tudjuk állítani, hogy mennyi ideig fújja az illóolajat, illetve hogy milyen gyakorisággal kapcsoljon be. Másik különlegessége pedig, hogy nem vízzel működik, hanem magát az olajos üvegcsét kell beletenni a készülékbe, és közvetlenül az illóolajas üvegből juttatja a levegőbe az illatot. Most különleges akciójuk keretein belül, hogyha 5 illóolajat is választotok a készülék mellé, akkor a készüléket 50% kedvezménnyel vásárolhatjátok meg. Nézzetek fel az Aurora Candle Company weboldalára, a pontos linket megtaláljátok a leírásban. Köszönöm nektek, Aurora Candle Company, nagyon tetszik nekünk a készülék, azóta is folyamatosan használatban van. Ezúttal a metróból a következő dolgokat hoztuk. Egy ilyen csokis, mézes kalácsos, vagy ilyen puszedlis dolgot választottak a gyerekek. 3 különböző ízű chipset, ez a metrónak a saját márkája, egy győri édest. Aztán a gyerekek választották még ezt a csokit, ebben 3 darab van, majd elosztják. Van itt csokis croissant, egy pár darab dörmi, és Abigail élhalat tiktakért. Sajnos a metrónak saját márkás durumlisztes tésztái nincsenek, úgyhogy most sima tésztákat vettem. Fodros kockát, orsót, csavart, csövet, egy makaronit és egy spagettit. Aztán van itt még egy csomag tortilla, egy kenyér, egy nagy kupac gyümipüré különböző ízekben, aztán 2 étolaj, 2 csomag jázminrizs, egy tejszínhab, 2 szörpöt hoztam még, egy kicsi még van a házi bodza szörpünkből is, de vészesen fogy, illetve volt egy málna szörpünk is házi, az is elfogyott, viszonylag sok szörpöt fogyasztunk, vagy készítünk limonádét, és akkor szörpel még megbolondítjuk, így lesz aztán mondjuk málnás, vagy bodzás a limonádénk. 2 hoztunk az ájszteából, a másik az autóban van még. Egy aró saját márkás mogyorókrémet hoztam. Ezt még, hát ha kóstoltuk is, nagyon-nagyon régen volt már. Van itt egy barbecue szósz. Sajnos teljesen kilistázták az arós ketchupot, pedig nagyon szerettük. És most azt mondták, hogy hát ez van elvileg helyette. Megkóstoljuk, meglátjuk, hogy milyen. A szokásos globusz majonéz és egy mustár. Vettem még levestésztákat és levesgyöngyöt, illetve leveskockát. Aztán van itt még banán, krumpli a paprikás krumplihoz, sajttal töltött pulykamedál, egy nagy csomag hasábburgonya, egy füstölt főtt tarja. Atisnak is egyre többször csomagolok megint
hogy a munkába vigyen magával szendvicset, vagy ilyesmit. Egy nagy dobozos medvesajt, egy csomag bacon, ezt sütőlapra szoktam tenni, és a sütőben ropogósra pirítom, és este vacsorára a gyerekek mondjuk tojás mellé nagyon szeretik. A lecsó kolbász szintén a paprikás krumplihoz. Most egy ilyen nagy kiszerelésű, arós harudacskát hoztam, 30 darab van benne. Ezt a fajtát még soha nem próbáltuk, ki fogjuk most próbálni. Hoztam pár hűtős desszertet, egy zsugor joghurtitalt, két adag tálca, mit tudom én, pudingot, szemetes zsákokat a szelektív gyűjtőnkbe és a benti kukába, egy gép sót és két csomag papírzsebkendőt, valamint itt van még egy nagy adag WC-papír, a többi pedig az autóban van még. Ezeket a dolgokat már rögtön a pincébe vagy a garázsba fogom vinni. A cicáinknak, kutyáinknak száraz, illetve ott hátul, közben rákcsálok, mert nagyon éhes vagyok, van 12 darab kutyakonzerv, arós az is, illetve 12 darab cicakonzerv, ezzel több hónapon át el leszünk, mert szoktak kapni házikosztot is, aztán van ott 6 darab kukoricakonzerv, a már említett ice tea, két citromlé, Bendegúz most 50%-osakat vett, egy kóla, 6 üveg Summersby, egy karton tej, egy karton almalé, és még itt van 8 darab soproni mentás lájmos Radler. Igen, pakolunk. Ezeket a dolgokat vettük, és most pakolunk, mert kiolvadnak a fagyasztós holmik. Még a táskámban maradt egy nagy adag elem, ami szintén elég hosszú ideig, jó pár hónapon át elég lesz nekünk, és vásárlás közben összefutottunk a sógornőmékkel, akik szintén vásároltak barackot lekvárfőzéshez, úgyhogy elhalmoztak minket egy hatalmas adag, isteni finom, már közben ettünk belőle, hatalmas sárga barackkal, úgyhogy ez ajándék volt. Vittem magammal a hűtőtáskánkat, ez a hűtőtáska nem olyan régóta van meg, szerintem olyan 3 hónapja, AliExpressen bukkantam rá, csak a sima, klasszikus, merevfalú füles hűtőtáskánk volt eddig, és kirándulásokra úgy gondoltuk, hogy praktikusabb lenne egy hátizsák, amiben az italjainkat is mondjuk hűvösebben lehet tartani, nem muszáj bele jégakut rakni, elég, hogyha mondjuk jó a szigetelése a táskának, és akkor, ha kirándulni megyünk, igazából bármit bele lehet pakolni, akár hát sima hátizsákként is funkcionálhat, illetve hűtőtáskaként is. Most már ezeket viszem magammal a bevásárlásokra, teljesen vízhatlan a belseje. Nagyon, az a tapasztalatom, most már többször is használtuk, hogy nagyon jól tartja azért a hideget. Én ebben bevásárlásból többször hoztam már haza jégkrémeket is, hogyha csak gyorsan ki akarunk kapni belőle egy innivalót, üdítőt, sört, akármit, akkor van a tetején egy ilyen, ez most egy kézben elég nehéz kinyitni, tehát van egy ilyen gyors ajtó is a tetején, ami nagyon jól zár a tépőzárral, és akkor belül szerintem nagyon-nagyon tágas. A két oldalán is vannak zsebek, zsebkendőnek, kulacsnak, akárminek, és akkor, hogyha tényleg csak ezt visszük magunkkal, akkor elől is van zseb pénztárcának, kulcsnak, tollnak, igazolványoknak, bárminek, meg még a legelején is van egy ilyen kis zsebecske. Sőt, mi több, bocsánat, még itt is van egy, rengeteg rekesze van, nagyon jól kihasználható. Nagyon-nagyon bevált nekünk ez a táska. Örülök, hogy megrendeltem. És nagyon-nagyon sokat fog velünk utazni, menni, túrázni, kirándulni, ebben biztos vagyok. Strapabíró, szép anyagból van, kényelmes viselni. Úgyhogy ezt csak ajánlani tudom, hogyha esetleg érdekelne titeket, akkor a linkjét beteszem nektek a leírásba.
Mindent elpakoltam, minden a helyére került, 72.000 forintot fizettem ez alkalommal a metróban, és úgy gondolom, hogy nagyon jól föl vagyunk szerelve a következő hetekre, úgyhogy jöhet a nagy átalakítás, átépítés. Én köszönöm szépen, hogy ezúttal is velem tartottatok, bízom benne, hogy tetszett nektek ez a videó, hogyha így van, akkor kérlek jelezzétek. Vigyázzatok magatokra, hamarosan újra találkozunk, addig is szép napot nektek. Sziasztok!